Betegsége óta távolságtartóbbak lettek Kulka János barátai, erről maga a színész mesélt őszintén. Mint arról a Blikk is beszámolt, Kulka Jánosnál beszédzavar alakult ki, miután 3 évvel ezelőtt agyvérzést kapott. A színész legutóbb a Jakubcsek Plusz vendége volt, ahová barátja, Leng Györgyi és logopédusa, Varga Sarolta is elkísérte. Mint mondta, a beszédzavar miatt már nem keresik fel annyit a barátai, mint korábban, de Kulka nem haragszik, megérti, hogy nem tudják, hogyan is közelítenek felé. Mindenki csöndben van, mert zavarban vannak. Volt, hogy akkora volt a csend, hogy zavart, de megértem, mert nem tudják, hogyan közelítsenek felém. Azt hiszik, süket vagyok, mesélte a színész, akinél előfordult, hogy kiabálva vagy épp túlartikulálva beszéltek az ismerősei. Véleményével azonban Leng Györgyi már nem értett egyet. Bevallom, engem bántott, hogy akik korábban nagy barátai voltak, most zavarban vannak, nem hívják. Persze, én is nagyon izgultam, amikor a betegség után először eljött hozzám. Attól féltem, vagy ő nem ért meg engem, vagy én nem értem meg őt, esetleg megbántom valamivel egy félreértés miatt. Végül semmi ilyesmi nem történt, így mindent ott folytattunk, ahol abba hagytunk, idézte Leng Györgyi szavait a riposztól.